Igen, ám csak a fejekben lévő rendberakáshoz visszatérve, hogyha egy nő meggondolja magát, és azt mondja, hogy visszavonom a feljelentésemet. Biztos, ennek meg aztán, ez már pszichológus kell, én biztos nem tudom megfejteni ezeket az okokat, hogy miért, vagy minek hatására, de akkor a hatóság meg, tehát miközben a feljelentést a feljelentő visszavonta, a hatóság, akár kamerával bizonyítva, akármilyen a helyszínen a rendőr a szemével látta, hogy mi történt, tehát erőnek erejével mégiscsak szétszakítja azt a családot, mégiscsak elítél valakit, vagy gyanúsítottá tesz valakit, miközben a feljelentő ezt visszavonta? Tehát hatóságilag ezt nem lehet. Ez nagyon-nagyon összetett kérdés. A feljelentő azért vonja vissza, amikor a feljelentő segítséget kér, akkor olyan, mint egy sikítás. Tehát van egy sikoly, ami azért csendesedik el, mert továbbra is ott kell élnie. Miért? Van egy gazdasági függősége, van egy biztonságérzete, ez most nagyon viccesen és ellentmondásosnak tűnik, hogy biztonságérzete van egy rossz helyen, de mégis egy közös lakásban laknak, esetleg a nőnek a saját tulajdonában, vagy közös tulajdonban. Ha az ember belegondol abba, hogy este félelemmel telve vár egy nő egy férfit, azon törje a fejét, hogy mi fog történni, nyilván gyerekeiben se tud kellőképpen foglalkozni, tehát ezek nagyon komoly következményei a családon belül erőszaknak, hogy a gyerekeknek a nevelése és a gyerekekről való gondolkodás milyen szinten süllyed egy olyan alacsony fokozatra, ami a gyereknek az egészséges fejlődését megakadályozza. Tehát amikor hazajön egy ilyen férfi, aki nem dühből, vagy nem azért fog ütni feltétlenül, mert dühös, hanem nyilván van egy miértje, van egy személyiség, és az egész családon belül erőszaknak is van egy működése, hogy valahogy ahogy működik, tehát vannak nagyon jellegzetes, megfogható képletei a dolognak, akkor az a nő, aki ott áll egy vagy két gyerekkel, akár egyedül is, de általában azért gyerekek már vannak a családon belül, erőszakon belül, akkor sokan nem értik, hogy miért nem megy el. Mit tegyen? Mit mondanak, este, miért nem megy el? Azért nem megy, hova menjen? Menjen ki az utcára, tele van félelemmel. Ha félelemmel... De egyébként igen, tehát kimegy az utcára, de hogyha most például bárkinek, akár most ezzel a beszélgetésünkkel segítséget tudunk nyújtani, és azt mondjuk, hogy van, tehát van alapítvány, van szervezet, fordulhat, segítőkezeket talál, na de akkor is megfordul a fejébe, hogy igen, és akkor majd egy ilyen anyaotthonba, vagy szeretetszolgált, vagy ott fogom leélni az életemet a gyerekeimmel. Akik igazából elmenekülnek, azok már nagyon-nagyon komoly döntést hoznak. Nem elsőre menekülnek el, akik elsőre elmennek, ők csak részben a családon belül erőszak áldozata, hiszen döntenek. A legtöbb elmenekülő nagyon sokszor megjárja azt az utat, hogy megpróbálkozik, és nagyon nehéz másképp dönteni, mint hogy visszamegy. Ugye ez is a másik kérdés, hogy visszamegy, miért megy vissza. Nem azért, mert megszépül, bár azt mondják, hogy az idő megszépi dolgokat, hanem nincs más megoldása. Tehát ez a legnagyobb baj, hogy a törvény megalkotásával, ugye amit a jogászok támadnak természetesen, mert azt mondják, hogy a törvény mindent szabályozza a testi erőszaknak a különböző formáit, az zaklatás, a gyermekbántalmazás, mindent szabályoz, de ennek van egy nagyon speciális jelleg ennek az egész történésnek. Családon belül. Így van, tehát ezt semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni. És én azt gondolom, hogy azok a nők, akik visszamennek, nincs meg a rendszernek az a pillére, tehát van egy rendszer, ami segít. Megkeres a telefonszolgálatot, amit ingyenesen felhívhat, felhívja a telefonszámon ezt az ügyeletet, segítenek elmenni egy védett helyre. De lejár az idő, mit tud csinálni? És itt jön ki az a kérdés, hogy miért speciális még a családon belül erőszak, a bíróknak a speciális hozzáállása, a rendőröknek a speciális hozzáállása, a segítő szakemberek speciális hozzáállása elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a terület ez változon. Nagyon fontosnak tartom a családon belül erőszaknak a komplex kezelését. Ez alatt azt értem, hogy a férfiakat sem lehet kihagyni a kezelés folyamatából. Ez nagyon sokat vitatott kérdés, mert nagyon gyakran azt mondják, hogy az adófizetők pénze ne költődjék a bántalmazóra, hiszen nem érdemli meg. Ez nem érdem kérdése. Ez annak a kérdése, hogy a bántalmazó bekerül egy újabb párkapcsolatban levő nővel ugyanezt csinálja, és a gyermekekkel ugyanezt csinálja. Arról nem is beszélve, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy a bántalmazók bizonyos százaléka, nem merem megtippelni, hogy hány, ugyanilyen családban nőtt fel. Egészen biztos. A mi felméréseink szerint
Egyrészt a bántalmazásnak a ténye 70%-ban ismert a bántalmazott és a bántalmazott családjában is, tehát ismeri a család is, tudja. Nyilván azért tudja, mert volt egy ugyanilyen hasonló minta. Azok a lánygyerekek, akik nagyon lettek nyomva kiskorukban, gyerekkorukban, és itt most a nemek közti különbségről és a abszolút nem női feminista módon megközelítve, a másfajta nevelés is már arra viszi őket, vagy egy erőszakos apa mellett, hogy ő védtelen, gyáva és egy nagyon erős karakterű férfit keres, és az erős karakterű férfi, a bántalmazó a maga módján szereti, hiszen azt mondják a bántalmazók, hogy én szeretem, de a szeretettel meg lehet folytani. Ha valakit úgy szeretünk, hogy nem engedjük levegőhöz jutni, ha valakit úgy szeretünk, hogy birtokoljuk, ha elveszük a telefonját, ha megtesszük azt vele, hogy élve lássuk. Ha megtesszük azt, hogy a ha megteszik azt, hogy felakasztja a saját gyerekét a padláson és az anya vágja le, ha megteszik azt, hogy az anyának nem volt a testén épp felület, ahol cigarettával ne lett volna összeégetve, és olyan pszichés beteg volt, hogy nem volt szőrzet a testén, mert mindent leborotvált nyilván kényszerességből, ha megteszi azt, hogy hazamegy éjszaka és bemegy a szobába részegen, az apa rátöri a szobát, azt hiszi, hogy a feleségére, és a 10 éves fia mellé fekszik le, és szexuálisan elkezd zaklatni, mert azt hiszi, hogy a felesége. Amikor az első bántalmazottal találkoztam, akkor nem konkrétan ezzel a területtel foglalkoztunk, hiszen krízis helyzetbe kerülő családokat fogadtunk be, akkor nagyon sokszor elmondtam már ezt a történetet, hogy felvettem egy kapuajba az anyát és a kisfiát, és kilométerekkel később mert a kocsimban felülni a hátsó ülésen. Tehát kilométerenken keresztül adunk el egy győzködő, mert nagyon messze vagyunk már attól a helytől, ahol felvettem, és nem mert felülni. És amikor először szembesültünk azzal, mint szakemberek az intézményeinkbe, hogy speciális segítséget igényelnek az áldozatok, akkor itt jön az a kérdés, hogy miért fontos ezt a területet speciálisan kezelni. Azért fontos, mert még a segítő folyamat is egészen más. Egész más segíteni egy olyan családnak, aki elvesztette a munkahelyét, elvesztette az otthonát, és egészen más egy olyannak, aki pszichésen, mentálisan teljesen leépült, a gyermekét nem tudja nevelni. És nagyon fontos szempont a gazdasági hátrány ennek a történetnek. Ha Európában mérték, nagyon-nagyon sok pénzbe kerül egy bántalmazottnak az ellátása, nem azért, mert őt egyszerűen csak kezelik, hanem a következő nem dolgozik. Ha dolgozott, kiesik a munkahelyéről. És több generációra kihatott. Így van, egészségügyi intézményekbe kell, hogy járjon, a gyerekeket segítő szolgálatokhoz kell vinni. Ezek nagyon komoly költségeket jelentenek. A lelki károkról meg arról nem is tudunk beszélni, hogy ez mit okoz, az aztán évszázadokra határozza meg abszolút, egy egész társadalomnak. Abszolút. Tehát a gyerekek, akiket felnevelnek ilyen családban, ha nevezhetjük, hogy felnevelik, ezek a gyerekek nagyon-nagyon nehezen tudnak egészségesek lenni. Nagyon-nagyon nehezen. És ez az aláírásgyűjtés, azt gondolom, hogy talán elindít valamit. Szerintem ezzel foglalkoznám az aláírásgyűjtés kapcsán kellene, hanem meg kellene látni ennek a mértjét. Hát pedig már évek óta beszélünk erről, de most van az aláírásgyűjtés, méghozzá május 1-ig gyűjthetik csak, sőt, hát május 1-e az most hétköznap, tehát előtte való hétvége előtti utolsó munkanap le kell adni. Igen, igen, és azt el szeretném mondani, ez nagyon fontos, az elmúlt hétvégén is nagyon komolyan kedvesek vettek részt, rengeteg önkéntes és rengeteg támogató vesz részt az aláírásban, de ismert emberek csatlakoztak hozzá. Most hétvégén is így lesz ez. Igen, most végén 3 nap a nagy plázák mozéjaiban gyűjtik, Andy Vajnától kezdve Bombera Krisztina, Puskás Peti, olyan ismert nevek kerülnek be az aláírásgyűjtők közé, akik nyilván felvállalják, ez nagyon nagy dolog, hogyha férfiak vállalják fel, Jaksit Katát meg kell említeni külön, aki felkarolta ezt a területet és mindenképpen mellé állt. Nagyon nagy dolog. Mindig ismert emberek tudnak igazán bevonzani segítséget. Hát és most már rövid az idő, hogy összegyűjjön az 50 ezer aláírás, mert eddig nem 50 ezer sorsról és életről, sokkal többről van szó. De ha az 50 ezer aláírás megvan, akkor legalább kötelező jelleggel a parlamentnek ezt napirendre kell tűznie. És akkor hát, ha egyszer elkezdünk ezen már törvényi szinten is gondolkodni. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.